Nagy Imre íjász és íjkészítő körülbelül 30 éve ismerkedett meg az íjászattal. 1997-ben vett részt az első versenyén, amit meg is nyert, ezek után pedig folyamatosan jöttek a versenyeredmények. Háromszor volt magyar Grand Prix bajnok, és 3 évig volt a magyar válogatott tagja. 2000-ben Európa Kupa sorozatot nyert, majd bronzérmet szerzett a 2001-es Európa bajnokságon. Azonban a versenyeredményeken kívül is számtalan siker övezi pályafutását, mint például különböző felkérések, kitüntetések. Mosonmagyarországon, amikor éltem a családommal, amikor kint dolgoztam, akkor kétszer választottak 160 éves sportolóból a év legjobb férfi sportoló címet nyertem meg. Kaptam önkormányzati kitüntetést Mosonmagyaróváron, ami fontos. Több újságban szerepeltem, nem mint íjász, hanem mint íjkészítő, ami fontosabb számomra most per pillanat. Egyik volt például egy Nyírröpte, egy az egy magyar íjász magazin, mint íjkészítő, aztán egy Bogen magazin, német magazin, akkor Angliában megjelent, ami ki is volt téve a falon, a Bov International magazin, ami legnagyobb magazin volt Angliában. Amire még büszke vagyok, talán azt lehet mondani, hogy ami eredményebből, hogy volt olyan versenyem, olyan évem, az 52 hétből 43 versenyen voltam, ami azért elég húzós, és mindig a dobogon voltam. Mindig a dobogon, ebből 37-szer voltam első. Ez, ami talán egyéni csúcsom. Az íjász készítő 2000-ben készítette el az első íját, ami egy bambuszból készült egyenes típusú longbó volt. Volt egyik barátomnak egy eltört íja, amit úgy gondoltam, hogy meg tudom én javítani, így indult az egész. És aztán úgy gondoltam, hogy csinálok magamnak egy íjat, és hát túl jól sikerült. És utána mindjárt egyre többen akartok belőle, és akkor így indult igazából. Nem én választottam az íjkészítést, hanem mondhatnám úgy, hogy ő választott engemet. Az körülbelül ilyen 99-ben adtam neki a fejemet, hogy csinálok egy ilyet magamnak, és 2000-ben fejeztem be, úgyhogy így mondhatottam, mégis mondhatni, hogy közel 25 éve készült az első íjam. Az íjak elkészítése során Nagy Imre mindig arra törekszik, hogy az általa készített íj működésre és esztétikailag is a legnagyobb örömet okozza a használójának, ezeket személyre szabottan készíti el számukra. Az általa készített íjakból kiállítást tartanak Hajdúnánáson tökéletességre hangolva címmel. A látogatók szerkezetük szerint 3 féle íjjal találkozhatnak. A tradicionális íjtól kezdve a hosszú íjig a lombó és a vadászreflex. Igazából ez tartozik a tradicionális íjászathoz, a 3 kategória. A megnyitóra szeptember 20-án került sor, ahol elsőként Nagyné Legény Ildikó alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Mendelzon őszidalát adta elő a Bocskai Emi két növendéke fuvolán, Cséki Elemérné zongora kíséretével. A tárlatot Ádám Kó Mihály íjász nyitotta meg, aki tulajdonosa több Nagy Imre által készített íjnak is. Beszédében méltatta az íjkészítőt, kiemelve, hogy a tárlaton egy életmunkája látható. Elmesélnék egy érdekes történetet. A legelső íjam vásárlásakor az egyik íjászüzletben egy Nagy Imre lombó ki volt téve, egy twister. És a feleségem, aki nem ért hozzá, odament és azt mondta nekem, hogy ezt vedd meg. És én csak néztem, és azt néztem, hogy ez nagyon gyönyörű nekem. Én még nem tudok ennyit, tehát ez egy csoda. Tehát ezt nem. Aztán több kanyar lefutása után oda találtam Imréhez. És készített nekem egy díjat. De nem csak egy díjat kaptam tőle, hanem a barátságát is megkaptam. Kevesen tudják, nagyon sokat eljárok, nem csak íjászkodni, beszélgetni is vele. Mert Timivel aztán lehet beszélgetni.
tudjátok, hogy milyen csendes, magába tartsa a gondolatait. Tényleg jó vele beszélgetni. És megtudtam sok mindent az íjászatról, azóta is tanít, bár belém törik a bicskája elég rendesen, de azért nem adja fel. Tehát álmomban is előjön az, hogy téllátás, veszőség, meg oda tart, de ez így van jól. Amikor belemélyedtem jobban egy kicsit az íjászkodásba, akkor olyan íjász embereknek a véleményét is megtapasztalhattam, miminek az íjai használata után, mint például mondok neveket, a Makai Robi azt nyilatkozta egyszer, hogy nem is igazán íjász, akinek nincs egy nagyimi longbowja. Akkor a másik íjászunk, gyorsan a nevekkel egy picikét bajba vagyok, az pedig azt mondta, hogy vannak Trabantok, vannak Warburgok, az íjászatban pedig vannak Ferrarik. És Michigan tanult meg, hogy ezek Ferrarik. Aztán majd a Endrefi Szabolcs, aki a Fekete Sasoknak az íjász klubjának volt egy ideig a vezetője, közé tett egy YouTube videót, amin azt mondta, hogy van itt egy longbow, amit egy hajdunánási fiatalember készít, amely benne van a világ három legjobb longbowja között. A szakember több említésre méltó elismerést kapott már a szakmában, de többek között a kiállítás létrejötte is egy pozitív megerősítés számára. Most kaptam mint egy kis pozitívumot, úgyhogy bízok, hogy tudom folytatni. Mert most a világban azért nehéz ebből megélni, de én mindig abból táplálkozok, amit nyújtanak felém. Amit adom ember kifele, azt kap visszafele is. A tárlat október 13-áig megtekinthető a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában.